Na, sziasztok, vadak! Mivel rohadtul unatkoztam, úgy döntöttem, hogy valami hasznos videót is fogok csinálni. Hát, arra gondoltam, hogy letesztelem az üzemanyagokat. Lényegében csak fél teszt lesz, mert ugye az eredmény az legalább fél év múlva lesz meg, de az előkészületeket is gondoltam, hogy fölveszem. Ugye nálunk sajnos uniós előírás, hogy ugye az üzemanyagokba, a benzinbe talán kicsivel több mint 10% etanolt kell keverni, a gázolajba, meg ugye növényi származékú olajakat, azt is legalább 10%-ba, hát ez eléggé romlandóak nálunk az üzemanyagok, meg gondolom máshol is Európában. Azt mondják, hogy a 95-ös üzemanyag egy 3 hónapig tartja meg a minőségét, prémium esetében mondanak fél évet, mondanak egy évet, hát majd most meglátjuk. Ez onnan jött, hogy én nagyon keveset nyírok, és állandóan kiürítgetni a fűrészeket, kiáratni belőle, ugye sokan azt mondják, hogy az az ideális. Én 2007-ben vásároltam egy Husqvarna 136-os, na abból még az életben nem volt leeresztve, meg kiáratva soha az üzemanyag, ennek ellenére minden évben, amikor eszembe jut, hogy beindítsam, könnyedén indul, sose volt dugulása, semmi. Viszont volt egy MTD fűkaszám, na abból egyszer kiürítettem a benzint egy téli időszakra, soha többet nem indult be, soha az életbe. Kuka is lett, és hát legalábbis megharagudtam rá, és kikukáztam. Lehet, javítható lett volna, nem érdekel engem, fölbosszantanak azok a dolgok rohadtul, amik nem úgy működnek, ahogy leírás szerint működniük kéne. Van még egy motoros hátipermetezőm, abból sincsen soha leeresztve az üzemanyag, az is egy kisebb nógatásra, de azért beszokott indulni mindig, de most, amit vettem, motoros fűnyírót, abba például egy évig benne volt a benzin, nem tudom, miért tankoltak bele, valószínű, hogy valami 95-ös szart, na abba úgy belerohadt, hogy na az nem is indult be. Szóval, teszt az így néz ki, nem befőttet fogunk elrakni, és nem is lekvárt főzünk. Tulajdonképpen a teszt az úgy fog kinézni, hogy 95-ös üzemanyag, prémium üzemanyag, 95-ös üzemanyag és prémium üzemanyag üzemanyag stabilizátorra, 95-ös és prémium üzemanyag a Husqvarnának a sima LS Love Smoke olajával, utána 95-ös és 100-as üzemanyag az XP Full szintetikus olajjal, és utána pedig olaj és stabilizátorral, szintén ez a két üzemanyag fajta. Hát meglátjuk. Elvileg úgy tervezem, hogy fél évig, kicsit tovább, mint fél évig fogom eltárolni őket, és meglátjuk, hogy fognak kinézni fél év után. Hát ezekbe elfelejtettem bekeverni a olajat, csak a stabilizátor van benne. Kicsi olajat hozzá döntünk, hogy meg ebből is. Stabilizátornak ezt használom, a Liquimolly-nak a termékét. Elvileg ez sosem megy tönkre. A leírás alapján 2 és 4 ütemű motorokhoz való. 25 ml kell 5 liter benzinhez. Van egy nagyon jó kis mérő része. Tulajdonképpen az utolsó jelölés a 25 ml. Még elrontani se lehet. Az egész flakon elvileg 20 liter benzinhez elég. Hát majd meglátjuk, hogy mire képesek ezek a csodaszerek. Ugye, Made in Germany, aztán meg ki tudja. Hát egyelőre itt tartunk. Na, itt a 95-ös. Nézzük, hogy feltöltjük a edényeket. Azt majd meglátjuk, hogy
mennyi fog kicsapódni belőle. És mi? Nem tudom, hogy ti tapasztaltatok, vagy szívtatok már ilyennel, hogy rossz üzemanyaggal, most nem úgy értem, hogy vizessel, hanem állott üzemanyaggal. Majd kifejtitek fórumba. És fél év után meglátjuk, hogy hát ilyen. Szóval, ez lesz a teszt. Majd meglátjuk. Ez a sima 95-ös, jó fos színe van. És a prémium, nézzétek meg, hogy nem tudom, hogy a videón látszik-e. Ez a prémium üzemanyag, ez a 95-ös. Hát színben van eltérés szépen. És nem tudom, hogy csak az adalékok teszik. Hát majd kiderül. Na, ennyit a videómról itt a garázsba. Az eredményre sokat kever, mert legalább fél éve, de ez van. Majd akkor fél év múlva megnézzük, hogy mi történt. Sziasztok!